nem is tudom, zoomoltunk mi már egész szép... Zoom, nem, nem. Szép szőnyeget tettél fel oda a zoomok. Ez a Bornemisza Eszter pecsörkje. Igen, igen. Matematikusból... Egykori kollégám. Itt van velünk. Van itt velünk Kovács Gergő, a Kutyapárt társelnöke. Hán Endre, Han, rövidával. Bocsánat, ez a németességem, Han Endre, pszichológus, a Medián Közvélemény és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója. Jól mondom? Köszönöm. Tökéletesen. Závetsz Tibor, ügyvezető igazgató, Závetsz Research, szintén közvéleménykutató. És ők, ha minden igaz, akkor ma este arról fognak nekünk sok okosat mondani, hogy mi a helyzet a kutyapárttal a politikai palettán, hogy áll a kutyapárt, hogyan állhatna jobban a kutyapárt, hogyan lenne az egész világ kutyapárt. Ez egy ilyen elég összetett feladatnak hangzik. Kicsit beszéljünk, vagy tesztek föl kérdéseket? Nekem van egy kérdésem, de nyugodtan beszéljetek is, hogy amit találtam adatokat, az alapján a Medián 2020 decemberében 5%-ra mérte az MKKP-t, az Ávec viszont 1-re. Ajaj. Igen, és hogy lehet ez? Kérdezem én teljesen laikus magárként. Ennek akartam elébe vágni, mert ugye meglestem ezeket a kérdéseket. Ha van olyan, általában Tibivel nagy konkurensek vagyunk, de borasztó sok mindenben egyet szoktunk érteni. Különösen, hogyha mondjuk a Ráz Ágoston is ott van, akkor nehéz nem egy táborba szorulnunk. Szóval az a lényeg, hogy ebbe például biztos, hogy baromira egyetértünk, úgyhogy majd lehet, hogy kórusban mondjuk tovább, hogy ha van kérdés, amit utálunk, az ez. Az. A ketten különböző hosszú évtizedek óta vagyunk a szakmában, ebből több mint 30 éve a szabad magyar többpártrendszerben űzzük ugyanezt a szakmát, és ez az a kérdés, ami a leghálásabb kérdés a média számára, mert mindig lehet addig nézegetni az adatokat, meg most már elég sok intézet van. Persze volt még olyan is, amikor még több volt, de mindig van elég ahhoz, hogy az utolsó felmérések, amik nem is egy időbe készültek feltétlenül, de mindegyiknek a legutóbbia nagy valószínűséggel különbözik. Ráadásul, ha ilyen kicsi pártról van szó, már elnézést, mert nem ezt fogom hangoztatni az egész este, hogy kicsi párt, sőt, akkor ez az úgynevezett, sokat emlegetett statisztikai hibahatár is egy kicsit érzékenyebb jelzése annak, hogy milyen nagy különbségek lehetnek. Ugye, mert szóval az 1 és 5 között nincs olyan nagy különbség statisztikai szemmel. Nincs. Persze politikai szemmel borzasztó nagy különbség van, mert az egyik azt mondja, hogy éppen bejut a parlamentbe, a másik meg azt mondja, szinte labdába se rúg. De mind a ketten tudjuk, hogy ez nem ilyen súlyos. A másik, amit még gyorsan hozzáteszek, mielőtt Tibinek átadom a szót, az, hogy minket elég sokszor mostanában megkérdőjelezik, nyilvánosan nem annyira, de baráti szakmai körben is, hogy mi a fenétől jobb a Mediánnál a kétfarkú kutyapárt, mint az átlag. Például a Tóka Gábort nem tudom, ismeritek-e, vagy követitek-e, ha nem feltétlenül ajánlom mindenkinek, akit érdekel ez a közvéleménykutató szakma. Vox Populi néven van egy blogja, most már a 444-en ezeket rendszeresen meg is osztja, tehát szélesebb nyilvánosságnak. Néha talán kicsit túl szigorú szakmai szempontokat érvényesít, de rendkívül hasznos és fontos kérdéseket tesz föl.
legalábbis annyiban, hogy mindig egymás mellé rakja az összes hozzáférhető felmérést, azokat kiátlagolja, megmutatja, hogy mekkorák az eltérések, de azt állítja, hogy az átlagokból azért nagyon jó prognózis lehet majd jövő tavasszal. És ő is megkérdezte tőlem, a felébb nem értem, mi lehet az oka, de nem úgy kérdezi tőlem számon kérőleg, hogy mit csináltok ti rosszul, vagy mit csinál, hanem mi lehet ennek az oka? Én se tudom. Azon kívül, amit a sajtónak szoktam mondani, hogy a Kovács Gergő nekem rendszeresen átutal a számlámra 10 millió forintot, és ebből, amit ő a Sorostól kap, na de hát ez viccnek is kétfarkú. Tehát nem tudom. Azt tudom mondani, hogy még van ennél jobb számom is, de ezt majd a Tibi után mondom. Nekem is, ugye volt, aki azt írta rólam, hogy ülök egy asztalnál a többi közvéleménykutatóval, egy nagy pénzhalom fölött, amit a pártoktól kapunk, és a százalékokért szétosztjuk egymás közt. Szóval tényleg néha ember nem győz eléggé csodálkozni, és a elmúlt 30 év, 31 néhány év nem volt elégséges ahhoz, hogy fantáziánk meg a valóság összeérjen. De bocs, ez olyan, mint hogyha Trump mondta volna körülbelül, akár a Trump is mondta. Igen. Valaki a múltkor azt kérte tőlem, hogy így átlagoljam ki a pártokat az elmúlt 6 hónapra, aztán megtettem, és most megnéztem ezt a, néha így balra nézek, nekem balra, akkor másik monitort lesem a számokkal, hogy abban azt látom, hogy a teljes népességem belül a kétfarkú kutyapárt az én méréseim szerint az elmúlt 6 hónapot végignézve 1-2% között mozgott. A másik ilyen vonatkoztatási csoportunk, amit gyakran használunk, ez a biztos szavazó pártválasztó, tehát azok az emberek, akik el akarnak menni voksolni, és van is párt, amelyikre leadják a szavazatukat, és akkor ez a csoport az, amiben kiszázalékoljuk a pártok támogatottságát, és ennek az a lényege, vagy azért érdekes ez az adat, mert jól összevethető a parlamenti választások eredményével, hiszen ott sem történik más, mint hogy elmennek az emberek és leadnak voksot, csak ugye ebben a kutatási helyzetben ezt a biztos szavazó pártválasztó mutatja, ott pedig 1-3 között volt, a három az éppen, csak pontos akartam lenni, igen, decemberben volt a biztos pártválasztó körében. Jó, tehát ezek a számok, és akkor az átlagok átlaga, az pedig teljes népességen belül, már a saját adataim átlaga az 2 és 2 a két csoportban. Tehát az, hogy néha van egy-egy kiugró adat, az szerintem belefér pro és kontra bármilyen irányba. Valahol ezen a környéken lehet, tehát hogy mindent összevetve, azt talán mondhatjuk, hogy... talán ugye a 2% környékén, én megengedem a 3-at is akár, de 2 itt az átlag. Hogy ez sok vagy kevés, az persze megítélés kérdés, abból a szempontból a kevés, hogy az 5%-os határ ugye nehezen hozható, és az alatt van, de nem kizárt, de abból a szempontból, ha azt mondom, hogy 1% 80 ezer választót jelent, és akkor ez a 2 az pedig 160 ezeret, az is szerintem egy politikai szervezetnek az, hogy... százezrekben mérhető az, aki vonzódik hozzá olyan direkt módon, ugye, mint itt elmondtam, hogy szavaz is rá, az szerintem azért sokat ér, meg sokat ér a politikai piacon is. Tehát manapság, amikor ilyen éles versengés van, akkor szerintem minden százaléknak és minden szavazónak megvan az értéke, nagyon nagy értéke van. Önmagában is egyébként szerintem minden párt illegitim, tehát nem lehet ezt kétségbe vonni, de ezen túlmenően is fölveri az értékét, hogy például ezek a szavazók merre is nézegetnek. Nem, azt se tartom szükségszerűnek, hogy elhelyezkedjenek a két nagy tömb között, mert még egyszer mondom, hogy minden pártnak megvan a maga jogosultsága a politikai palettán, de esetleg, ha majd szó esik arra, hogy merre kacsingatnak ezek a szavazók, akkor arról is lehet beszélni. Én nekem most volt egy nagy mérésem egy jelentős magyar vállalkozó megbízásából, amiben... Aki sok időt tölt otthon. Mostanában sok időt tölt otthon, és abban az adatbázisban 98
kutyapárti, ugye 5000-es adatfelvétel volt, egy 2%-os támogatottság volt, 98 szavazó van. Hát azt nem mondom, hogy 98 szavazóból olyan nagyon markáns megállapításokat lehet tenni, de ha egy 1000-es kutatásban vannak mondjuk 20-an, abból végképp nem. Tehát azért én nagyobb bátorsággal merek valamit mondani a 98-ból. Nyilván egyszerűbb dolog lenne, ha kétszer ennyi lenne, de hát nyilván ez a cél. Szóval kicsit kényes helyzetben vagyok azzal, most tényleg úgy tűnik, mintha mi, és akár úgy is lehetne értelmezni, hogy versengünk, de hát tény, hogy nekünk volt ez az 5%-os mérés. Most van egy 1000 fős országos reprezentatív felmérésem, amiben kapaszkodjatok meg, a kutyapárt a teljes népességben 6%-ot ért. De én mindig is tiszteltem a Závesz Research-et, és mindig is, és nagyon sokszor harmóniában is voltunk, néha van, hogy vannak ilyen furcsa különbségek, érdemes lenne erre valamit kitalálni, hogy mi lehet a magyarázata. Kérdés, hogy van erre energiánk, meg kedvünk, meg időnk, hogy külön elemezgessük, de ez biztos, hogy ez jött ki. És tendencia szerűen ilyen jó számok ki a kétfarkú kutyának. Anekdotikus elem, amit elmondok, bár az publikus volt, nem tudom például Gergő, hogy egyáltalán eljutott-e hozzátok. 3 vagy 4 éve volt, múlik az idő és rossz az időérzékem, az egy különleges kutatás volt, a magyar zsidóságot mértük föl. Igen, és ott valami nagyon magas szám volt. Kovács András kiemelkedő szakember, mármint a zsidó témának a kiemelkedő szakértője, szociológus, ezt a kutatást tulajdonképpen az ő irányításával vagy segítségével végeztük. Ez egy hosszú évekkel korábbi kutatásnak a megismétlése, persze sok új kérdése, de azzal az igénnyel, hogy föltérképezze a magyar zsidóság társadalmi jellemzőit, gondolkodásmódját, félelmeit, vágyait, mind. Na most abban volt politika is, és pártpreferencia is, és elképesztő eredmény született, eléggé szóródott a szavazási szándék, és persze az ellenzéki oldalon szóródott, nagyon kevés volt a Fidesz szavazó, de az ellenzéki pártok közül a két fark volt a legerősebb. Akkor eléggé el voltunk képedve, de annyira kiábrándító volt az általános politikai érzület, és a zsidóknak alapvetően kritikus hozzáállása a dolgokhoz. Valahogy ebbe próbáltunk belekapaszkodni, mint magyarázatba, de hangsúlyozom, hogy nagyon megoszlott, nagyon szóródott. Ez a zárójel, ez egy színfolt. Ne felejtsétek például azt, hogy a zsidóságnak egy nagyon nagy része Budapesten él, tehát viszonylag a mintában is elsőprő többsége volt a budapestieknek. Másrészt, hogy nem lehet igazi reprezentatív mintát csinálni, mert nem ismerjük pontosan az alapsokaságnak az összetételét. De elég nagy számú és elég heterogén volt a minta ahhoz, hogy azért mégiscsak valami érvényeset merjünk mondani. Zárójel bezárva, most ez a 6%, röviden összefoglalom, hogy ebből is úgy látszik, hogy a kétfarkú kutyapárt urbánus, erősen budapesti, fiatalos, tehát minél fiatalabb valaki, annál valószínűbb, hogy a kétfarkú kutyapártra szavaz. Most közben itten oda tekerek, hogy lássam, mert fejből már ennyi számot nem szívesen jegyzek meg, vagy idézek. A 30 alattiaknak és a 40, tehát összesen 40 alatt nincs különbség, 13%. De ahogy fölfelé haladunk a korlétrán, a 60 fölött már csak kevesebb, mint 1%. Egészen szoros korreláció van az életkorra, és nem annyira az iskolázottsággal, mint amennyire
esetleg gondolnánk. A középiskolát végzettek körében is nagyjából olyan erős, mint a diplomások körében. Ez azt jelenti, hogy 7-8% van ott. És hát a 8 osztály vagy kevesebbet végzettek körében csak 1. Szóval azért van bizonyos iskolázottsági összefüggés, és hát az urbánus pedig, amire utaltam, az úgy jelenik meg, hogy Budapesten ebben az ezres felmérésben 10% mondta. Na most én azt azzal próbálom nem magyarázni, de az egyik jel, hogy az egyik lehetőség arra, hogy ez mérjön ki, hogy azóta, mióta megkérdezzük, hogy mi van, hogyha egy közös ellenzéki listára lehet szavazni. Ebben mi úttörők voltunk, ebben megoszlik a szakma, van, aki még mindig pártlistát kérdez, esetleg mellékesen megkérdezi, hogy mi van közös listában, mi pont decemberben bevezettük egy módszertani kísérlet nyomán, hogy először mindig ezt a közös listát kérdezzük, de ott van például Haraszti Miklós barátom, a neves ellenzéki harcos, aki például a Facebookon, ha megkeresitek, nagyon határozottan kiáll amellett, hogy már nem is lenne szabad pártokról kérdezni, tehát nyomás gyakorol a közvéleménykutatókról, hogy ne erősítsék ezzel a sok párt emlegetésével ezt a széttöredezett ellenzéki gondolatot, hanem csak is közös listát. Ebbe én nem megyek bele természetesen, de mióta a közös listát fölvetjük, minthogyha ettől a válaszadók egy része szembesülne azzal, hogy hoppá, tehát ami a Fidesz propagandájának is fontos eleme, ugye, hogy lebaloldalizni, legyurcsányistázni, minden ilyennel, de a maga a kérdés valószínűleg fölidézi az emberekben azt, hogy hoppá, ha én nekem ez nem annyira tetszik, szavazhatok a két farkúra is. Őszintén szólva, egy kicsit a mi hazánknak is jót tesz ez a kérdezési mód. Köszönöm. Nagyon sok minden... De bocs, mondjad. Nem csak, hogy rímelni akarok, aztán persze beszélgessünk, csak nagyon sok mindent pontosan ugyanolyan számokkal tudok illusztrálni, meg ugyanolyan tendenciákkal, mint a Bandi elmondott. Tehát én is itt közben lestem azt, hogy mind a iskolai végzettség, különösen az életkori település típusra vonatkozó mondatai a Bandinak nagyon állnak ebben az 5000-es felmérésben is. Én azt szoktam még nem furcsálni, csak mindig úgy megdöbbenek, amikor választókerületi vagy kerületi kutatások készülnek, akkor például a fővárosi felmérésekben nagyon sokszor van olyan, hogy a kétfarkú kutyapárt támogatottsága meghaladja akár az LMP-jét, akár a párbeszédét is, az könnyebben meghaladja, de hogy ezt a két pártot nagyon sokszor veri. És ez nem is annyira budai jelenség, tehát ott is tapasztaltam már hasonlót, hanem például Erzsébet városban, de azt hiszem az egy bástya, vagy mint ott nagyon jó eredmény született volna, valamilyen emlékem van, de minden esetre az én felméréseimben mindig kimagasló, magas érték van azon a környéken, meg Teréz városban is, a kétfarkú kutyapártnak, tehát ezt a városi, nagyvárosi szavazóközönséget, fiatalos, kvalifikáltabb közönséget föl lehet lelni különféle adatbázisokban, ez így van. Amit még a Bandi említett itt, hogy kérdezzük a pártokat, és külön-külön a sok pártot, aztán utána, én például azt követtem, hogy külön-külön a sok pártot kérdezem, nem látom be, hogy miért ne kéne kérdezni különálló entitásokat folyamatosan. Egyébként mondtad a Haraszti Miklósnak az álláspontját, például a kormányhoz közel álló intézet, a Nézőpont Intézet sem éri már a pártokat, csak ezt a két nagy blokkot, tehát különböző oldalról lehet ugyanoda eljutni. Én mérem külön a pártokat, így tud megjelenni a két farkú kutyapárt is, és egyébként igen, amikor a két tömböt mérjük, akkor azon a mutatott
képernyőn, a két nagy töm mellett ott van a Mi Hazánk mozgalom és a Két Falkó Kutyapárt is. Tehát tulajdonképpen ez nem egy két listás szavazás, és én mindig küszködök, hogy hogy fogalmazzam meg a mondatot, szóval írásban még csak-csak az ember le tudja írni, hogy tulajdonképpen két listás, ami négy lista. És nem tűnik el úgy egyébként a Két Farkú Kutyapárt ebben a... Az is igaz, amit a Bandi említett, hogy, hogy itt többen rádöbbennek arra, hogy hoppá-hoppá, tulajdonképpen van egy szűkös választék, a tizenvalahányból lesz négy párt. Jó, persze két nagy erő van, amelyik tesz is róla, hogy nagy erőnek láttassék, lássék, és emellett azért a képernyőn pedig ott van a Két Farkú Kutyapárt, és van nyilván az hogy... Hogy ilyen tömbösödés van, és az a hatpárti ellenzéknek is az az érdeke, hogy erős politikai konglomerátumként jelenjen meg a Fidesznek is ez az érdeke. Ez nyilván elég sok kisebb párti szavazót bevisz hozzájuk. Most itt van előttem például ebben a nagy kutatásban, amikor azt kérdeztük, itt a Két Farkú Kutyapártra választottam le, vagy arra szűrtem le, amikor azt kérdezzük tőlük, hogy most itt van ez a négy párt tulajdonképpen, akkor ebben a helyzetben mit fogtok csinálni, melyik listára szavaztok, akkor van 10%, amelyik azt mondja, hogy a Fidesz-KDNP listájára, már a Két Farkú Kutyapárton belül, a szavazókon belül, 43%, amelyik azt mondja, hogy az egységes ellenzéki hatpárti ellenzékre, akkor elfogyott ugye 53%, tehát a szavazótábor fele, és akkor vannak a kitartók, az 15%, tehát a szavazó táborból minden a hatodik, hetedik azt mondja, hogy ő kitarta a Két Farkú Kutyapárt mellett, és a többiek pedig elbizonytalanodnak. Tehát úgy viselkedik, mint minden párt tábora szokott, hogy egy ilyen helyzetben, amikor úgy löki a közvélemény, lökik a pártpolitikusok abba az irányba, hogy válasszatok, kettő van. Vagy marad Orbán, vagy nem marad Orbán. Most ebben a helyzetben a fele a Két Farkú Kutyapárt szavazótáborának az veszi ezt az adást, a másik fele meg nem veszi ezt az adást. És ugye nagyon, nagyon sokszor, és így figyelgetem a kommunikációt, és ebben eléggé ilyen agresszívek tudnak lenni a pártpolitikusok, hogy már pedig leforgácsolja, már pedig szükség van rá, már hogy kispárti szavazók is bájjanak ide vagy oda. Én meg azt gondolom, hogy majd ezt a kispárti szavazók eldöntik, ugyanúgy felnőtt emberek, mint a nagypárti szavazók, tehát hogy nem hiszem, hogy ebbe az irányba kéne őket lökdösni. Itt az látszik egyébként ebből a 10-43-ból, amit említettem, és sok kérdést így megnéztem, hogy meg kell fogalmazni, hogy milyenek a Két Farkú Kutyapárt szavazói már így attitűdjükben, vagy legalábbis politikai hatalmi rendszerhez való viszonyulás tekintetében, akkor én azt tudnám mondani, hogy úgy egyetlen fordulattal, hogy ilyen mérsékelt ellenzéki attitűddel bírnak. Tehát, hogy sok-sok mindenben olyanok, mint az ellenzéki szavazók, de nem annyira. Tehát megengedőbbek, visszafogottabbak, valahogy az irányultságuk valami olyasmi, de nem lehet azt állítani, hogy ők szavazók, tehát pontosan olyanok, mint egy... Le is tudjuk képzelni, hogy tehát nem állíthatjuk azt, hogy pontosan olyanok, mint a DK szavazói, vagy a Szocialista Párt szavazói. Tehát, hogy nem lehet ezeket a mondatokat így megfogalmazni. Valami hasonló az értékrendjük. Egy párat kigyűjtöttem esetleg, majd ha sor kerül rá, liberálisabbak, tehát hogy olyan liberálisabbak, mint az MSZP-sek, tehát olyan ellenzéki attitűdöt vesznek fel, de nem nagyon. Volt egy publicista, aki néha engem megtalál, inkább régebben talált meg, ő például azt írta egy publicisztikájában, a Magyar Hangban, hogy én valami tudományos módszerekkel kimutattam, hogy a Két Farkú Kutyapárt szavazói, nem tudom, az ellenzéket fogják erősíteni. Na most ilyet már csak hasonló adatokat látok mindig, nyilvánvalóan nem tudok kijelenteni, nem állja meg a helyét. Legfeljebb az ember azt mondja, hogy az orientáció valami olyasmi, de ebből nem lesz oda betagolható szavazat, ha csak a Két Farkú Kutyapárt nem mondja azt, hogy legyen így, de a szavazók megosztottabbak ennél. Köszönöm. Egyébként... Talán azért van még egy jellemzőjük, de ezt én nem igazán tudom a eddigi adataimból kimutatni, de hát egy ilyen általános establishment ellenesség, vagy
Tehát az egész politikai rendszerrel szembeni kritikus attitűd, ami őszinte és mérsékelt szemben mondjuk, többet már nem fogom őket emlegetni, de hát tényleg fontos, mert ott vannak nálunk is ezen a listának a kiegészítő részén, a mi hazánk. A mi hazánk. Ott szerintem inkább retorikai, és hát most nem beszélek a hátsó szándékokról, de csak azért, hogy legyen akkor dokumentálva így szóban, hogy mi konkrétan úgy kérdez, akkor, amit emlegettem a múlt év végén, akkor még csak a két listát kínáltuk fel, és akik nem azt választották, azok maguktól mondták, hogy de én egyikre se, hanem a két farkra. Most már egy ideje, most fejből nem tudom már pontosan mióta, úgy tesszük fel a kérdést, hogy ha az ellenzéki pártok közös listán indulnának, akkor melyik listára szavazna? A Fidesz-KDNP listájára, az ellenzéki pártok közös listájára, a mi hazánkra, vagy a magyar kétfarkú kutya pártra. Tehát föl is kínáljuk. És mondom, én ebben látom a magyarázatát annak, hogy a más kutatásoktól eltérően magas. És hát persze annyiban ez jó mérés, vagy nem áll távol a valóságtól, hogyha tényleg ez lenne, akkor tényleg a szavazólapon lenne egy ilyen lista. Az a kérdés, hogy lesz-e, hogy tudtok-e országos listát állítani, vagy hogy lesz ez. De hát nem azért vagyok itt most, hogy én kérdezgessem a pártelnök urat. Hát ez a kérdés. Szerintem ez a kérdés, mert én azt gondolom a mai tudásunk alapján, hogyha a kétfarkú kutyapárt tudna országos listát állítani, akkor valószínűleg elérni a parlamenti küszöböt, és akkor már akár koalíciós partnerként szóba jöhetne, mert bőven adódhatna egy olyan helyzet. Tehát ez történelmi lenne, de hát ez pillanatnyilag mind csak fantáziálás, de nem teljesen irreális. Fogalmam sincs, hogy mennyire vagytok erősek vidéken, illetve hát azért az adatokból úgy tűnik, és az egész helyzetből is úgy tűnik, hogy ez borzasztó nagy erőfeszítést igényelne. Hát például az neked nagyon tetszett, bocsánat, az ilyen anekdotikus, hogy Bandi, neked is van valamilyen kapcsolódásod Ajkához, hogy Ajka és Urkut között nagyon rossz minőségű az út. Nekem anyósom ott lakik, és sokszor megyünk, és ezt el szoktam kerülni ezt az utat, mert tényleg ez egy ilyen kátyul előhely, és például ott a kétfarkú kutyapárt, ha jól tudom, rakott ki nagyon jópofa táblákat, tehát hogy ezek így fontos dolgok. Én elég sok ilyen választókerületi, és csak egy dolgot akarok hozzátenni ehhez az a mennyire erős egy párt gondolathoz, hogy elég sok ilyen választókerületi kutatást látva, és jelöltek esélyeit, előválasztási esélyeit, meg parlamenti választási esélyeit mérve, nem nagyon kerül az utamba, legalábbis azokra a listákra, amit megkapok, kétfarkú kutyapárti, nyilván az előválasztás az egy más, mert ott a hatpárti ellenzék játssza le, de ugye a parlamenti választási helyzetben volt olyan kerület, választókerület, ahol 11 néhány nevet kérdezgettünk, hogyha így indul, meg ő indul, és nem volt közte kétfarkú kutyapárti jelölt, vagy potenciális jelölt. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy szerintem most főleg az előválasztási hangulat közepette egy pártnak a felszínen maradás érdekében nagyon fontos az, hogy ezekben a választókerületekben, amikben az ellenzék elkezd most mocorogni, valahogy megnevesítsen személyeket, akik potenciális jelöltek lehetnek majd, mert nem biztos, hogy mindig elég a média hírnév. Erre a 2019-es európai parlamenti választáson nekem biztos, de lehet, hogy sokaknak meglepetést okozott a Momentum olyan helyeken is, ahol tudottan nem volt szervezetük, tehát kisebb településeken, megyékben nagyon jó eredményeket értek el. Ott, de az egész választás ugye egy
pártlistás szavazás volt. De a parlamenti választás nem ilyen. Tehát szerintem itt jelentősége van a személyeknek, és ezt az építkezést szerintem a sikeres szereplés érdekében meg kell lépni, meg kell tenni. Szóval ugye mi kaptunk előre egy csomó kérdést, addig Gergő vadul olvassa a dolgokat. Például ilyen kérdést tettek fel, hogy milyen társadalmi csoportoknál erős most a kutyapárt? Erről akkor beszéltünk. Ugye? Erre én válaszoltam, még egyszer, csak hogy értsétek, ha ilyen kicsi, egy ezres mintában mondjuk 60, 70, 80, 100 ember lenne, az is kevés ahhoz, hogy azt tovább elemezzem szociológiailag, ahhoz egy nagyobb minta kéne, vagy sok kutatást összerakni, és abból valamit kimutatni. Erre mondjuk egy fél év múlva van reális esély, és arra tehát időben változik a helyzet, de arra alkalmas lehet egy ilyen másodelemzés, hogy bizonyos stabil dolgokat meg ki tudjunk mutatni, meg tudjunk találni, például olyanokat is, hogy milyen foglalkozásunk. Mert egyébként a foglalkozás szerint nagyon nehéz, mert sokfelé, sok szegmens van. Életkor, iskola, nem, tényleg nem is néztem, talán megnézem. Nem. A nemi különbséget is megnézem. Nálam nincs. Dolgok vannak. A Fidesz például kevésbé szeretik a nők, a Jobbikot hagyományosan kevésbé szerették most már, hogy mérsékeltebb. Nincs olyan nagy szakadék, mindjárt megnézem majd a két farkut is, de mondjál más kérdést, Zsuzsa. Én mondjál csak még erre, hadd csak igen, tehát hogyha nekem ha az lenne a feladatom, hogy legnagyobb esélye, legkisebb erőbefektetéssel két farkú kutyapárti szavazót találjak, akkor Budapesten maradnék, vagy legfeljebb elmennék Debrecenbe, Miskolcra, Győrbe, Pécsre és Szegedre, és valahol az egyetemek környékén ólálkodnék, ott nézegetném arra felé mozgó embereket, és inkább a 30 év alattiakat szólítanám meg, és akkor elég nagy esélyem lenne szerintem arra, hogy találjak. És ez Jákó Halmán kisebb eséllyel tudna megvalósulni. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye volt az önkormányzati választás tavaly, ahol mi teljesen meglepődtünk az eredményünkön, mert hogy igazából többszörös lett, mind a felmérések, mind az országgyűlési választás korábban. Ugye ez volt az első alkalom, hogy az ellenzék összefogott, és hogy nálunk is például három helyre lehetett szavazni ránk az ellenzékre, vagy a Fideszre, és hogy akkor itt ez lehet ennek az oka, vagy teljesen más oka van, hogy inkább minket egy ilyen helyi szinten jobban támogatnak, vagy hogy erre? Én erre a kérdésre készültem, mert ebben a nagy kutatásban is észrevettem azt, meg hát amit említettél most, ez a tudásom is ugye nyilván megvan, hogy azt látni, hogy az országos dolgok iránt a kétfelelő kutyapárt szavazói nem annyira érdeklődnek, mint mondjuk egy ilyen hardcore ellenzéki szavazó, tehát nem csüngenek az ATV hírműsorain feltétlenül, mint a Klubrádió műsorát sem hallgatják olyan intenzitással, hogy példaszerűen próbálok csak élni, mint mondjuk DK-s MSZP szavazók. Viszont a helyi ügyekben a helyi politikai érdeklődés a sokkal nagyobb. Tehát amikor ilyen általános politikai érdeklődésre kérdeztünk rá, hogy mennyi érdekli a politika, akkor nagyon meglepődtem azon, hogy egy ilyen négyfokú skálá, hogy nagyon, nagyon érdekel, érdekel, nem igazán érdekel, egyáltalán nem érdekel, vagy a lakosság se mondanám azt, hogy annyira politika függő lenne. A felső két kategóriába csak egy negyede tartozik, de a két farkú kutyapárt szavazóinál ez még kisebb. Ugye elmondtuk, hogy egy ilyen kvalifikáltabb, városiasabb, urbánusabb szavazótábora van, amiből az következne, hogy a nagy politika iránt is érdeklődnek, de nem, hanem az van, hogy a helyi politika iránt érdeklődnek. Tehát mint a helyi ügyekben találnák meg a szépséget, vagy a politika alakításnak a lehetőségét, ott szeretnének élni vele. Én ezt látom az adatokból, tehát hogy egy ilyen lokális érdeklődés, politikai érdeklődési párt
adattal van dolgunk, ugye a szavazói alapvetően ilyenek. Ez minden önkormányzati választásnál szerintem sikerekre van ítélve, és azért próbáltam ezt a parlamenti választási választókerületet is behozni, mert az meg egy ilyen vegyes dolog, tehát ott is azért számítanak a helyi viszonyokkal való skillek, tudások, ismeretek. Tehát az, hogyha valaki be van ágyazódva egy területre, és odavalósi, ismeri a problémákat, annak azért egy parlamenti választáson is lehet ereje, bár jól tudjuk, hogy alapvetően az emberek így kongruensen szavaznak, tehát leadják nagyjából ugyanarra a pártra a voksukat, meg az adott párt jelöltjére, de amikor vannak helyi beágyazottságú emberek, azok általában jobban szoktak szerepelni, tehát erről nem lehet lemondani, de szerintem a két falu kutya pártnak ott van az igazi keresni valója a lokális helyszíneken, nem feltétlenül a nagy politikában. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy jelezzem, hogy én itt ülök a 12. kerületben, és abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a képviselőtestületben egy pártelnök, nem sok pártelnök a képviselőtestületben, úgyhogy hát igen, így élünk itten, Buda, hegyvidéken. Igen. Akkor lenne egy olyan típusú kérdés, hogy ez azért nyilván egy ilyen tényszerű dolog, hogy a országgyűlési választáson nekünk ugye a listára leadott szavazatok, amik számítanak, és az, hogy egyéniben 1-3-5% kapunk, annak ugye azért különösebb jelentősége nincsen. És lehet, hogy nem nektek kéne feltennem ezt a kérdést, csak érdekelne a válaszotok, hogyha mi ezt valamilyen szinten jeleznénk a szavazóink felé. Nem úgy, hogy ne szavazzanak ránk egyénibe, csak hogy azért a másik, ami úgy igazából fontos. Ennek milyen hatása lehet az emberekre? Lehet inkább az lesz, hogy akkor már a listán se szavaz ránk, vagy éppen, hogy épp azt mondja, hogy jó, hát tényleg az a fontos, ugye az egyéni múlik az ellenzéki győzelem, azért sokkal inkább, mint a kutyapárt listás eredményén, és akkor emiatt ez neki szimpatikus lesz, és azt mondja, hogy oké, akkor listán meg rátok. Bandi, mondasz neki? Kérdés? Nem tudom, hát attól függ, hogy tényleg el tudjátok-e juttatni az üzeneteiteket a potenciális szavazóitoknak, persze, mert hát azt gondolom egyébként, hogy a kétfarkú kutyapárt szavazóinak egy jelentős része racionális, ez mondjuk inkább előítélet a részemről, de mégis megkockáztatom, és a racionális érvekre talán fogékonyak. Hát ennyit tudok most erre így rögtönözni. Én azt tudom mondani, hogy ha valamelyik szavazó táborra rábízható, mondjuk így, hogy a taktikai szavazás, az a kétfarkú kutyapárt tábora. Tehát ugye volt Magyarországon erre példa, hogy 2006-ban, igen, amikor az MSZP, SZDSZ, tehát az SZDSZ-t úgy lehetett, ez 2006-ban volt, vagy 2002-ben, az SZDSZ-t úgy került be, ez 2006-ban 2002-ben volt. 2002-ben volt, igen, amikor főleg Budapesten a baloldali liberális szavazók azt csinálták, hogy a egyéni jelöltek közül az MSZP-set, de listán meg az SZDSZ-re adták a voksukat, hogy tovább menjen az második fordulóba az MSZP-s jelöltest megnyerhesse a mandátumot. Tehát ott a taktikai szavazásnak volt értelme, és ezt azt gondolom, hogy a kétfarkú kutyapárt szavazótábora is meg tudja csinálni, csak valaki kell a helyszíneken, még mindig ezt mondom, hogy elmondja azt, hogy most az a helyzet, hogy lehet, hogy rám, ha teszed a voksodat, az nem olyan fontos, de a kétfarkú kutyapárt listájára viszont az nagyon fontos. Tehát szerintem ehhez nem elég egy üzenet, hanem ehhez 106-szor kell ezt ismételni, 106 helyszínen, akkor nem zárom ki, hogy ez működni fog. Tehát ennek van szerintem, van ereje ennek a dolognak, meg szavazótábor ezt tudni fogja. Az a kérdés, hogy mennyire fognak, tehát hogy mennyire fognak arra az acsarkodásra ráunni az emberek, ami hát nap mint nap zajlik, tehát tényleg őrületbe kergetik a politika fogyasztókat,
így engem is azok a csatározások, amik mondjuk koronavírus járvány kapcsán itt zajlanak. Tehát hogyha lesz egy csömör, és valami nagyon másra vágynak az emberek, nyilván mind a két erőnek meg lesz a saját tudom, hadserege, aki az urnákhoz vonul és leadja a voksot, de azért szerintem lesznek olyan emberek, akiknek ez már nem kell. És ez a pillanat, nem tudom, eljön-e meg, mikor jön el, de mint egy ilyen szeizmográf, szerintem így kéne érzékelni, mert akkor van például a kétfarkú gyapártnak nagy esélye arra, hogy az inkább az 5% felé mozduljon, amikor ilyen csömör lesz, nagy politika iránti csömör. Vagy egy másik kérdés itt a chatbe, hogy felolvasom, hogy bár erre megint nem könnyű válaszolni, a parlamenti küszöbhöz inkább a protestpártos, egyik sem vonulatot érdemes tolni, vagy inkább a kormány kritizálását, persze a magunk módján, de hogy a kormány kritizálását érdemes inkább erőltetni. Ez egy nehéz. Tudom, azért az nagy kérdés, hogy tényleg, hogy el lehet-e csípni kiábranduló félben lévő fideszes szavazókat, mert ugye mindig erről szoktak ábrándozni. Ugye itt van ez a, hogy csak egyet említsek a mostani ábrándozók közül, ez a Újvilág Néppárt, amelyik pálinkás, hát szóval azért alakult, mert van egy ilyen hiedelem, nem minősítem, nem is illúziónak nevezem, csak hiedelemnek, ezzel nem minősítem reménytelennek, de mindenképpen hiedelemnek minősítem, hogy el lehet csípni konzervatív, polgári, mérsékelt, és még nem tudom milyen jelzőkkel ellátott szavazókat, akik a kommunista ellenességük miatt a Fideszre szavaznak. Mert szerintem a Fidesz egyik legnagyobb összetartó ereje, ha a teljesen elbutított trollhadseregtől eltekintünk, az mégiscsak egy masszív kommunista ellenesség, amelyet a Fidesz nagyon ügyesen használ. És erre pályázik például, de hát nem látom azt az átütő ható erőt, amit a pálinkás pár, József pártja képviselne. De hogy vajon a kétfarkú kutya párt képes lehet-e megszólítani Fideszből Fideszből kiábrándulókat, nem vagyok ebbe biztos. Szóval például én azokban a körökben, lehet, hogy felületes a véleményem, de azt gondolom, hogy a humorérzéknek valahogy nincs meg az a nagyon erős jelenléte, ami fontos lenne a kétfarkú kutya párt támogatásához. De például, szóval nekem ez a nagy kérdés, nem tudom, hogy ti erről többet tudtok-e, Gergő, hogy ahogy találkoztok a szavazóitokkal, hogy vannak-e olyanok, akik korábban fideszesek voltak? Egyet tudok mondani, a édesapám, ő ilyen. Jó, na, szóval, de azért ez probléma, mert ott egy nagyon stabil szavazótábor van, és a másik oldalon meg egy nagyon stabil Orbán buktatni kívánó szavazótábor, amelyik nem egységes, tehát ott lehetnek még olyan konfliktusok, amelyek hát legalábbis elbizonytalanítanak, de túl nagyon erős a fő cél. És nem tudom abba, hát ráadásul a kétfarkú kutyapárt azért könnyen megbélyegezhető, mint amelyik az egységet bontja, amelyik nem használ a közös célnak, és így tovább, és így tovább. Én erre a kérdést azt, tehát hogyha a dihotóm a kérdés, hogy kormánykritikával vagy valami mással lehet szavazókat gyűjteni, én
azt keresném, hogy hol van még lefedetlen terület. Tehát a választóközönségnek milyen része nincsen lefedve pártok által. És én azt látom, hogy kormány ellenességben iszonyatos versengés van, és hangzavar, tehát egymást múlják fölül a tisztelt felek. Tehát ha a Gyurcsány Ferenc mai parlamenti felszólását tekintjük, azért az nagyon erős volt. Mondjuk rátromfolt, vagy fölvette a kesztyűt, és már Fekete Győr Andrásos szólamokat zengett, vagy talán fordítva, de mindenképpen valami nagyon egyébként hasonló. Egyébként Gyurcsány kezdte ezt, azt hiszem, a Jánszkival egyszer, mikor megfenyegette, hogy... Igen. De hát azért ebben a csatában, ebben a versengésben benne van a Jakab Péter, nagyon keményen fölépítette magát ezen a vonalon. Úgyhogy szerintem itt igazán nincs sok keresnivaló, sok a szereplő, nagy a hangzavar, egymást múlják fölül, és közönség is van, és mindenkinek megvan ez a kormány ellenes közönsége. Én inkább azt a részt keresném a politikai mezőben, ami nincs lefedve, és oké, lehet, hogy a humor az nem az, nincs rá olyan nagy felvevő piac, de valami olyan, akik nagyon mást akarnak, mint a jelenlegi hatalmi konstelláció, a kormány és a hozzátartozó ellenzék. Tehát én valahol ott kapizsgálnék, és azért mondtam az előbb ezt a csömörlést, hogy akiknek elege van ebből a csatározásból, ami elég mélyre megy most már, és alpári hangnemre, és szerintem ez még folytatódni fog. Tehát én szerintem egy valami üdítő hangot, ami legalábbis előre mutat, vagy valami mást akar, józanság, ha ötletelek, de ezeknek hogy... ezeknek jó a humor, szóval én a humor... Lehet, igen. A fideszes közönségben nem vagyok biztos, hogy ennek a közönségnek a humor az nem lehet rossz. Bocsánat, közbeszólok. Nem, semmi, csak tehát én nem a kormány ellenes változatot, vagy abban is olyan lennék, mint ahogy látom a szavazótábort, ez a mérsékelt ellenzéki hangütés az valahogy termőtalajra hullik a szavazótáboron belül, az úgy jó, de ebbe szerintem nem kell felvenni a versenyt. Nem kell minden héten megdicsérni a kormány minden intézkedését, szerintem ez már egy mérsékelt ellenzéki pozíció. Tényleg szint kéne választani. Igen, csak igen. Egy olyan színű nincs. Kik foglalt DK-nak? Már foglalt mind, nem? Négy színünk van, vagy színe van a pártnak. Milyen? Milyen? Hát négy, nem? Négy? Ja. Hát de mi mindig négy szín festünk. Igen. Igen. Van egy ilyen téma, ami, ez inkább egy olyan kérdés, ami úgy szokott felmerülni, hogy szóval nem a párt belső köreiben, de érkezik felénk ilyen kérdés. Szerintetek mi lenne akkor, hogyha mondjuk a választás előtt a kutyapárt bemondana egy-két olyan konkrét politikai csúnya szóval ígéretet, amik ilyen valódi és akár megvalósítható dolgok, illetve akár ennek egy visszafogottabb verzióját, ami nem ígéreteket jelentene, mert mi azért alapvetően inkább csak kinevetni szoktuk ugye az ígéreteket, mert ugye ígérni túl könnyű ahhoz, hogy az így érjen, és ugye hát tudjuk, mi szokott történni. Szóval ennek lehetne egy visszafogottabb változata, ahol mi nem ígérünk dolgokat, hanem egész egyszerűen elmondjuk komolyan a véleményünket oktatásról, egészségügy esetleges magántőke bevonásáról, progresszív adórendszerről, és a többi. Szerintetek milyen hatása lehetne akár annak, hogy ez a teljesen konkrét, hogy ígéret, illetve az, hogy valami fajta attitűd, kommunikálás, és hát a harmadik az pedig, ami eddig is volt, hogy mi ezekről úgy nagyon nem mondunk semmit. Hú, ez most olyan pártprogramosnak hangzott ez a... Én azt látom manapság így a politikában, hogy ezek legfeljebb azon a szinten érik el az embereket, meg hatékonyak, hogyha ilyen
egymondatos valamik. Ma majdnem mindegy, mi van mögötte, de valahogy a politikai kommunikáció nagyon leegyszerűsödött. Tehát most itt van ez az oltás ellenes baloldal, különösebben mély tartalma nincsen, van egy szóösszetétel, és éjjel-nappal hangoztatják, aztán majd egyszer csak véget ér, és jön egy másik. Most ez baromira nem jó, tehát ez nekem nagyon nem tetszik, ha magánvéleményem számítana, de azt látom, hogy valahogy működőképes. Tehát nem tudom, nekem most, amit elmondtál, egy pillanatra úgy furcsa volt, mert ezzel, mintha azt az érdekességét, báját, izgalmát veszítené el egy picit a párt, mint ami most megvan. Tehát, hogy mintha elkezdenek komoly témákkal foglalkozni, és abban mondani valamit, ami vagy hasonló, vagy eltérő attól, mint ami a közbeszédben, vagy az ellenzéki oldalon van. Nem hiszem, hogy ezen a területen kéne nagyon mozogni. Én még azt tenném hozzá, egyetértve Tibivel, én is erre hajlok, de én meg egyre inkább, ahogy beszélgetünk, egyre inkább kötöm az ebet a karóhoz, uh-huh. hogy a humornak meg kell találni, mert szerintem azzal sikerült megfelelő mértékű feltűnést kelteni, hogy ingyen sör, meg az összes többi hülyeség. Örök élet. Arról nem is beszélve. Szóval ez egy pontig jó volt, de ezen tovább kell lépni. De a humor és a humorérzék szerintem rettenetesen fontos, és nem véletlenül mondtam, hogy a Fideszre ez kevéssé jellemző, mármint a Fidesz szavazókra sem, de attól tartok, hogy az ellenzékre sem igazán. Tehát mindenki túl komolyan veszi magát. Én szerintem aznak kéne megtalálni a formáját és az eszközét, hogy folyamatosan, de szeliden, nem agresszíven kinevessétek őket, hogy ezt az egész fontoskodást, és nem is feltétlenül csak az acsarkodást, amit Tibi említett, mint szót, én már magát, bocsáss meg Tibi, nem téged cikizlek, de már magát a szót is utálom. Ja, ja. Annyira közhelyé vált. Elegem van a politikai acsarkodás. Na ugye. Ez egy közhely. Igen, igen. De ki kéne nevetni valahogy, megtalálni ennek a módját, hogy szeliden, nem agresszíven kinevessétek. Én erre nekem nincs most receptem, tehát lehetne erről brainstormingokat is tartani, meg biztos már magatoktól is eléggé viharzik az agyatok, de talán érdemes lenne egy-két szakembert is bevonni brainstormingra formálisan, szabályosan, tehát ez egy fontos eszköz. Nem tudom, szükségetek van-e rá, de lehetne. Szóval én ebben látok sok erőt és lehetőséget, mert bele fognak fáradni az emberek, és nektek fontos az a magyar társadalomnak az a kisebbség, amelyiknek van humorérzéke. Szerintem van azért egy masszív kisebbség. Mégiscsak egy Karinti, meg egy Rejtő Jenő nemzete vagyunk, és ezt direkt mondom így, miközben ezek zsidó emberek, és talán az se véletlen, hogy azt mondtam az elején, hogy a zsidó közösségben milyen erős a kutyapárt. Igen, köztudottan ennek a csoportnak, nem akarom se etnikainak, se vallásinak nevezni, mert ebből csak bármiből kellemetlenségem adódhat, de minden esetre ez jellemzi a humor érzék, ez elvitathatatlan. A világon mindenütt, tehát Amerikában ugyanúgy a humoristák jelentős része zsidó, mint Magyarországon. Na, hát szóval... Ebből csak nem azt akartam mondani, hogy ez egy zsidó párt, ebből már volt elég baj az SZDSZ-nek. Salom, salom! Hanem azt, hogy a humor fegyver lehet, ha ügyesen forgatják. Két dolgot szeretnék hozzátenni. Egyik, hogy nagyon sok mémmel lehet találkozni, és szerintem
van rá fogadókészség, és emberek citálják egymásnak az ott lévő mondatokat, és mesélik el, még azok az emberek is, akik nem látták, hogy mit láttak a gépen, mint régen gyerekkorunkban a filmeket meséltük el egymásnak. Tehát, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan műfaj, de én ebben nem vagyok annyira járatos, most a mémeket éppen ismerem, csak azt látom, hogy van már egy generáció, aki egész másként fogyasztja az információkat, mint például én, tehát nagyon messze van már a nyomtatott sajtótól, én is egyre messzebb, de szerintem a kétfajúkutyapárt szavazótábora viszont nagyjából a neten él, és én ezt használnám még ki. Egy adatot mondok, pont ebben a nagy kutatásból látszott az, hogy az emberek 50%-a napi gyakorisággal, tehát a magyar felnőtt népesség 50%-a napi gyakorisággal használja a Facebookot, egy negyede, van innen neves, egyáltalán nem használja a Facebookot. Ezt tudod, miért mondtam? Ja, nem esett le, bocs. Ja, hogy egy negyede egyáltalán nem használja a magyar lakosságnak a Facebookot. Szoktad mondani, hogy ideje lenne? Ja! Ja, na. Na, de én a másikat akarom mondani, kutyapárt szempontjából az a lényeg. Ja, magáról beszél a Tibi. Hogy 50% napi gyakorisággal használja a Facebookot. És most, hogy a politikára át, tehát hogy ez a szavazótábor, tehát nyilvánvaló a kétfarkú kutyapárt, én azt gondolom, nem arra törekszik, hogy egy olyan széles néppárt legyen, vagy az még egy távolabbi cél, hogy 2030 után, hogy olyan széles bázison nyugodjon, mint a, nem tudom, a Fidesz-KDNP szavazótábora. Tehát, hogy nem kell feltétlenül a kis település. A KDNP-t már azért rendesen súrolja. Azt már igen. De ezt a nagy listát mégse, de nem biztos, hogy a falvakban ott kell lenni. És én azt láttam most a Jakab Péter történetén, ami egy új jelenség, és az ember így detektálja hétről hétre, vagy hónapról hónapra az adatokban is az ő előretörését, és próbálja megfejteni, hogy mi történt, de egy biztos, hogy van benne, és ezt akarom csak ide letenni az asztalra, mert ez fontos, és összefügg a Facebookkal, hogy ő azért nagyon sok mindent ott épített föl. A Jobbik szavazótábora is már eleve olyan volt, akik használták az internetet hírfogyasztásra is, meg sok minden másra, és Jakab Péter ezt jól eltalálta, és ugye van ez a Like-vadász cikksorozat a Telexen így hétről hétre, és abból látszik, hogy egy ez, meg nyilván más dolgok is még hozzá tették a magukét, végül is egy olyan pártvezetőt raktak elénk néhány hónap alatt, amiről hát én nem gondoltam volna, hogy ez előfordulhat. Tehát ez egyébként arra is példa, hogy lehet. Tehát, hogy van arra esély, hogy egy politikus fölépítse magát valamilyen középszintről magas szintre, és elkezdjenek róla úgy beszélni, mint egy ilyen, aki majd az előválasztáson meglepetést okoz, szerintem nem fog, de minden esetre most vannak olyan adatok, amik arra utalnak, hogy ő valamit elért, és ebben nagy szerepe volt a Facebooknak, nagy alapvetően az internetnek, a Facebooknak, és szerintem a kétfarkú kutyapártnak és a szavazó táborának az összetételéből az következik, hogy ott meg lehet építeni. Nem tudom, mennyit kell erre költeni, de szerintem ott érdemes sokat. Igen. Nagyon egyetek. Ezt én akartam mondani, csak a Jakabról jut eszembe, hogy te mondtad, hogy milyen meglepő fejlemény. Annyira meglepő, hogy engem meglepett egy mértékadó ellenzéki embernek, nem akarom semmiképp sem megnevezni, azt mondta nekem, nagyon kritikus az ellenzékkel is az illető, és azt mondta nekem, hogy egyedül ez a Jakab, ha valaki belügyminiszter lehet, akkor ez a Jakab. Szóval a miniszterelnöknek nem látja alkalmasnak, de ne arra vigyatok, semmiképp sem egy jobboldali radikális emberről beszélek, hanem egy mértékadó vélemény formáló értelmiségiről. Szóval már ezt is belelátják. Van, aki ezt is belelátja. Na, de nem Jakab Péterről beszélünk most. Csak mint ötlet az internet. Akkor Gergő meglovagolja az interneten a Like-bajnokságot, hogy a Telexen jövő héten már ő legyen a csúcson. Felírom. Mit? Felírtam. Jó. Nehéz, mert a Jakab a parlamentben gyakran felszólalhat, és azt viszont erősen pörgetik
az ő ottani nagyon hatásos, erős beszédeit. A legerősebb kihívója pillanatnyilag ilyen értelemben Orbánnak. Ez elég rémületesen hangzik. Nem akarom, hogy Gyurcsánnyal versenyeztetni, de Gyurcsánynak egy kicsit más a kiindulása. Lehet, hogy Jakab Péter jobb Orbán Viktor, mint Orbán Viktor. Lehet, ebben nagyon jó címedást tudnék. Ezt nem tudom most pontosan, mit akarsz ezzel mondani, mert akit hát szok... érti azt a nyelvet, igen. Amelyik meg tud fogalmazni, ami az egyszerű emberekhez el. Igen, értem. Akit negatívan szoktak fölhozni, mint potenciális Orbánt, az a Fekete Győr András. Őt még így a liberális értelmiségben is sokan ilyen értelemben borzonganak meg tőle. De ebben igazad lehet, amit mondtál a retorikájában. Én most visszaterelném az urakat a kutyapárt elemzésébe. Szolgálati közleményként elvileg 25 percünk van ebből a live-ból. És az a kérdés... Elég is, mert elfáradunk mi. Igen, abszolút. Milyen az átszavazási hajlandóság? Van ebben az összefogásos felkészülés óta változás, és ha igen, akkor milyen irányban? Én megnéztem, hogy a kétfarkú kutyapárt szavazó tábora mit választ másodikként, és akkor ezt innen elmondom, ha megtalálom, rögtön meg lesz. Uh-huh. Ha valamilyen okból nem szavazhatna a kétfarkú kutyapártra, akkor melyik pártot választaná? Így szól a jól megfogalmazott kérdés. És itt a kutyapárt szavazóinak a 40% az elhárítja ezt a választ. A legnagyobb számot a Momentum mellett látom, 19%-ot. A második, harmadik, negyedik, ötödik. Tehát Jobbik 9, lehet más a politika 8, és azt mondja, hogy, ja bocsánat, Mi Hazánk 8. Bandi utalt arra, hogy vannak valami, tehát hogy sok szempontból ugye valami hasonló kilóg a két nagy tömbből, ez jelenik itt meg. Amit nem látok, de így, ahogy mondom, egyáltalán nem látok, a DK, az itt nincs. Tehát, hogy a kétfarkú kutyapárt... Biztos, fogadni mertem volna. DK nincs, és hát az MSZP is 1%, tehát valaki így beesett. És akkor... Na igen, de ezek azért valljuk be elég pici számok. Pici számok, én csak azt akarom, tehát, hogy elég színes, sokféle. Azt lehet mondani, hogy ha egy ilyen rezümét kell vonni, és használom azt a, most már azt hiszem nem létező fogalmat, de nemrég még politológusok gyakorta említették, a 20. századi, még a 21. századi pártok. Tehát, itt 20. századi pártok felé nem orientálódik a kétfarkú kutyapárt tábora, tehát nincs kapocs az MSZP-DK irányába, a 21. századi pártok irányába pedig van, és leginkább mondjuk a Momentum felé. Azt hiszem ennyit tudok erről. Tényleg, hogy letűnt ez a fogalom, mióta állt a Jobbik meg a baloldal, szóval... Végre lépett, igen. De a Momentum azért, bocsánat, nem szeretnék tetszelegni, de kár, hogy nem kérdezted meg, de a Momentumra fogadtam volna, hogy mindenképp a potenciális pótlékok között erősen. Engem személy szerint a Jobbik, meg a Mi Hazánk az nagyon meglepett, tehát hogyha engem megkérdeztek volna, akkor nem gondoltam volna, de ezek szerint... Igen, mert mondtam nektek, hogy nem feltétlenül homogén társaság ez, illetve Tibi is mondta, és van egy erős anti-establishment, amit egyesek a Mi Hazánkban találnak meg, mert az is baromira nagy anti-establishment, mert annak még a Jobbik se volt elég jó. Uh-huh. Tehát ezek politikailag mennyire tudatos emberek, vagy mennyire megvezetett emberek, ebbe kár is lenne belemenni, de
akik a kétfarkú kutyától átpártolnak végső soron a mi hazánkhoz, azok nincsenek nyilvánvalóan, de egyáltalán óriási baja a politikai elitnek, hogy sokkal tudatosabbnak tételezik a szavazótáborokat, mint amilyen valójában. Ezért általában hogy könnyű őket megdöbbenteni, hogyha jó kis felméréseket csinálunk, ismeretkérdésekkel, politikai attitűd. Hát szóval, szerintem a mi hazánkról nagyon kevés hívének van tiszta képe. Uh-huh. Jó. Ne tessék emiatt nagyon szorongani, nem fogok. Szívfájdalmat érezni. Ne tessék bennünket bántani, és nem kell szorongani. Jó, megígérem, hogy nem szorongok. Van egy olyan kérdés, hogy ezt nem tudom, hogy erre tudtok-e válaszolni, hogy mit várnak a szavazók a kutyapárttól, és hogyan lehet felmérni, hogy mit várnak a szavazók? Vagy ezt lehet-e mérni? Hát ha lenne egy nagyobb kutatásom a kutyapártról, sok mindent azért megkérdeznék. Például el tudják képzelni, hogy kormányra kerül, hogy kormányzati szerepet vállal. Például ezt is vannak-e ilyen vízióink? Vagy hogy örök ellenzékinek tételezik inkább. Ez például nagyon érdekes lenne. Igen, ebben a nagy kutatásban nem voltak olyan, kétfarkú kutyapárt szerepelt, azért is beszélek a táborról, de az, hogy a kétfarkú kutyapártról kialakult kép, az mi lehet, tehát mi az imázs, az nem volt része, mert úgy valahogy nem gondoltam én se, de most már majd gondolok, mert ez úgy tényleg érdekes. Igen. Egyszerűen ez egy nagyon egyszerű kérdés, hogy nem tudom, hogy mondjon el mindent, amit a két farkú kutyapártról tud. Például ez egy alapvető ilyen információs bázis, hogy tudnak-e valamit, és azok milyen jellegű információk, pozitívak, negatívak. Ez nem egy üzleti beszélgetés, de nem is kicsit kínosan is érzem magam, de azért mondanám, hogy nem tudom, valaha is csináltattatok egy fókuszcsoportokat, mert lehet, hogy nem is tudjátok, hogy abban mennyi hasznos információt lehet kiszűrni. Jól megválasztott, jól kijelölt célcsoporttal. Most nem akarok ebbe belemenni, de én nagy híve vagyok, de hát én eredetileg pszichológus a szakmám, és sok minden ilyen csoportdinamikai dologgal foglalkoztam. Higgyétek el, hogy nagyon hasznos eszköz. Tehát a kutatást akartok, és viszonylag kevés a pénzetek, akkor nem biztos, hogy nagy mintás kvantitatív kutatás, tehát ilyen statisztikai értelmezhető kutatást kell csinálni, hanem esetleg olyan fókuszcsoportokat, amiben megcélozzátok azokat, akik nem idegenkednek tőletek, vagy kimondottan a szavazótábor körében is lehetne. Most nem akarok ebbe belemenni, csak jelzem, hogy ott lehet igazán sok olyan kérdést föltenni, amik egy statisztikából nem jönnek ki. És akkor itt most megint elhangzott az a kérdés, amire igazából válaszoltatok nekünk a legelején, csak akkor még nem volt élőben az adás, csak hogy akkor így nagyságrendileg, hogy akkor mennyibe kerül egy ilyen 1000 fős reprezentatív cucc kutatás a kutyapártról. Hát én elmondom még egyszer szívesen, hogy én úgy látom, hogy mondjuk telefonon viszonylag sok embert kéne fölhívni, hogy kétfarkú kutyapárt szavazókat találjunk, illetve ahogy neked már mondtam, Gergő, előbb, hogy olyanokat keresnék talán, akik nem utasítják el, tehát akik nem zárják ki, hogy adott esetben a kétfarkú kutyapártra szavazzanak. Ilyenből se lesz nagyon sok, mert azt gondolom, hogy azért az ellenzéki oldalon elég erős érzelmek vannak a kétfarkúval szemben is, ugye, mint az egységből kilógó. De lehetne egy ilyen mintát viszonylag kevés ráfordítással, 2-3 perces telefonálása elérni, és maradéka, tehát akik nem esnek ki ebből, akkor abból már egy 1000 fős mintát.
megcsinálnénk. Lehet, hogy közösen is megcsinálnánk az Ávetszel, mert itt most mi egyébként versengő ajánlatokat szoktunk gyártani, itt pedig ez nem lenne most ügyes. Szóval mit mondjak neked, talán 2 millió fölött valamivel már tartalmas, tehát igazán kimondottan erre a célcsoportra. Nem vesztegetném a pénzt és az időt arra, hogy Fidesz szavazókat is megkérdezzek meg, elkötelezett DK-sokat és így tovább, hanem a nyitottakat. Azoktól sok mindent meg lehetne tudni, például attitűdöket is, tehát nem csak ilyen alappolitikai izéket, hanem értékválasztásokat, politikai attitűdöket. Én egy dolgot mondanék, igen, Bani teljesen jól összefoglalta, hogy nézzek itt egy ilyen árlistát, bocsánat. Én is fáradt. Nem. Gyerekek, hát miért? Teleki téren vagyunk. Nagyon frappáns fordulattal szerettem volna élni. Tehát, hogy mondjuk a következő ilyen omnibus vizsgálatban én feltenném azt a kérdést mindenkinek, tehát magyar felnőtt népességet reprezentál 1000 fős mintának, hogy mi az, ami önnek legelőször eszébe jut a kétfarkú kutyapártról? Tehát ezt a kérdést. Ez az állistán 95 000 forint szerepel, de én szeretnék adni egy 101%-os kedvezményt. Na hát ez így már tisztességtelen verseny. Én most a leteszem, és a versenyhivatalt hívom. Igen. Tehát állami számvevőszék, ez tiltott pártfinanszírozás, úgyhogy... Köszönöm. Akkor Gergő az én emberem. Neki nem kell olcsó ilyen kellem meg mi a franc. Jó, akkor 100%-os. A minőség, tudja, hogy minőséget meg kell fizetni. Akkor azt az 1%-ot a bandival elisszuk. Helyes. Jó, akkor ez majd május elején. Hát, Kártelnök úr, elégedett? Hangzik. Aztán utána, hogy mi lesz, azt nem tudom, de legalább megtudjuk, hogy... És akkor így ömlesztve egy Word-be, keresetlen szavakkal a magyar lakosságnak a vélemény. De lehet, hogy szépeket mondanak, és akkor azt érdemes jó egy esti olvasmányként. Jó, akkor gyorsan még pörgetek néhány kérdést. Van-e látható országos bármilyen statisztika, hogy a kormánypártból kiábrándult körében mi alapján húznak a szavazók a kutyapárt vagy a hatpárti koalíció felé? Ez egy jó kutatási kérdés, de hát nem tudnám megmondani. Ezek, ilyesmiről beszéltünk azért közben. Igen, szóba kerül. Akik nem fogadják el a fennálló, már-már lejáratódott establishmentet, bocsánat, mindig ezt az idegen szót mondom, másik idegen, a politikai elitet szokták mondani. Mi az establishment magyarul? Hát ugye ez a politikai felépítmény, de ez ilyen szakkifejezés. Tehát a meglévőt, azt is szokták mondani, hogy a rendszerváltás óta minden csak bebetonozódott. És a radikálisok azt mondják, hogy a Fidesz is ugyanolyan, miközben persze a Fidesz meg fölforgatni szeretne minden, de hát tényleg. Nem, szóval nem tudom. Nekik, a kétfarkú kutyapártiaknak az egész túlságosan ellenszenves ahhoz, hogy beálljanak a sorba. Gergő, milyen kérdések érkeztek a live-ban? Hát volt egy ilyen, amire szintén nem tudom, hogy lehet-e válaszolni, mert ugye egy kicsit ilyen fura párt vagyunk, mert hogy ugye van ez a viccpárt vonal, ugye, ami azért már megy 15 éve, de azért annyiban talán különbözőek vagyunk mondjuk a német viccpárttól, vagy akár még korábban az izlanditól, hogy azért tehát nálunk az energiáknak a nagy része az egyébként nem erre megy el. Tudom, hogy
vicces felmondatot lájkolják 10 000-en a Facebookon, de nekünk sokkal több energiánk megy el a városfelújításba, a street artos dolgokba, a növényültetésekbe. Tehát amikor lokálisan valami fajta értelmes dolgokat csinálunk, és hogy van-e ötletetek, hogy a szavazóinknak vajon mekkora része van amiatt, mert a viccpárti vonal, illetve ami a értelmes cselekvés, még ennél is értelmesebb cselekvés vonal, de kérdés nem könnyű szerintem. Hát erre nem, én nem tudok biztos, de ez például olyan kérdés, amit szavazók vagy szimpatizánsok körében végzett fókuszcsoportokkal nagyon szépen ki lehetne bontani. Ez szerintem tényleg érdekes. De hát nem baj az, hogyha több arcotok van, szóval... Akkor legközelebb egy brandépítővel beszélgetünk, Gergő, vagy hívunk meg több brandépítőt. Volt olyan kérdés, hogy mennyire lehet kampányt építeni az antikorrupciós törekvésekre. Hát, gyerekek, ez úgy, hogy már nagyon már szó, jelentkező kérdezett. Van rá, túl sok jelentkező van rá, és nem is tűnik igazán hatékonynak, sajnos, vagy nem tudom, szóval. Ugye eredményesen elhitetik mindenki, nem mindenkivel, de sokakkal, hogy ez a politika része, egy kutya, bár bocsánat, a kutyát most itt a másik összefüggésbe használom. Még akkor is, ha ez nem igaz, de ezt hatékonyan lehet az emberekkel elfogadtatni, és legyintenek rá. Nekünk erről van kutatásunk, még Fidesz szavazók is tisztában vannak egy jó részük azzal, hogy mi történik, de hiszen most itt van ez a kitűnő vezető ideológusa a Fidesznek, aki másodszor is. Először még lehetett azt hinni, hogy esetleg elszólás volt, de Lánci András másodszor is megerősítette, hogy ő ezt a Fidesz tudatos politikájának látja, gondolja, amit mások korrupciónak neveznek. Vagyis, hogy egy... Szóval nem látom, hogy működne. És rengetegen vannak rá. Hát a legtöbbet ugye a Hatházi, de minden párt megpróbál. Nem hiszem, hogy ebbe be kéne állnotok. Igen, ezt én néztem egy ilyen problématérképet, és azt látom, hogy 16 vagy 18 ilyen problémás dolog van felsorolva, melyik hármat tartja legnagyobbnak ezek közül Magyarországon. Az arányokat mondjam, hogy a három közé túl magasak a megélhetés költségei, 40%-kal került be, alacsonyak a fizetések, az 39-el, az egészségügyi ellátás, sorban mondom, aztán mindjárt jön a lényeg, az 34-el, alacsonyak a nyugdíjak 20-szal, nő a munkanélküliség 19-szel, és hatalmas a korrupció mértéke 18-szal. Tehát 3, 5, 6. helyen van egy ilyen probléma halmazban. Tehát 3 közé választott a 16%. Egyetértek Bandival, ezen a területen nincs mit keresni. Ez szerintem már megpróbálták erre fölépített kampányt 2018-ban a Jobbik, óriás plakátokon és egyéb módon, felemás módon sikerült, így van, Hatházi Ákos dolgozott ezen sokat, szerintem teljesen eredménytelenül, nincs benne potenciál. Betudja a magyar társadalom annak, hogy a politikusok általában ilyenek, és ezt nem lehet kiverni. Tehát egyszerűen egyenlő mércével mér... Ezt egy kormánypárti szavazónak mondja az ember, hogy hát tényleg, ez már nagyon sok, akkor azt mondja, és akkor erre az a válasza, hogy igen, de az előző, a Gyurcsányék, azok pontosan ugyanígy, és a mértékéről meg nem lehet vitatkozni, mert beláthatatlan számokat kell, tehát olyan számokat kéne citálni, ami az embereknek a képességeit meghaladják ezek a... Igen, a rendszerszerűséget pedig nem lehet igazán érthetően elmagyarázni. Van még egy olyan... Ja, bocs. Mondjad, Gergő.
Valamit még egy olyan kérdés, ez kicsit egyen hosszabban mondanám, mint a kérdés, tehát hogy ugye alapvetően, hogy mennyire számít az, hogy kik azok a személyek, akik az országos lista első öt helyén vannak, tehát akinek mondjuk lehet valami esélye bejutni a parlamentbe, mennyire, ugye viszonylag kevés ismertebb ember van a kutyapártban, nem biztos, hogy van öt, akit jelenleg a többség ismerne. Érdemes ebbe mondjuk sok munkát tenni, hogy meglegyen öt ilyen tényleg ismert ember, és akkor ugye nyilván azt mondanánk, hogy ezért szavazzatok a kutyapártra, hogy ők beüssenek. Tehát, hogy megnyerni ismert embereket? Felépíteni, mert akár arra is válaszolhatsz, hogy a megnyerni. Szoktak próbálkozni azzal, hogy megnyerni. Főleg régebben, még az első parlamentben különösen sok ilyen művész és zenész és ilyenek voltak. Hát Darvas Iván például, egy ilyen nagy és komoly színész, ott volt a parlamentben. Nem szokott ez nagyon működni, de... Szerintem inkább a felépíteni, bocsánat, tehát hogy azt, hogy valakit brandelni, vagy nem tudom, hogy ezt... Hát nem tudom, vannak erre jelöltek, van erre pénz, van erre energia? Nem tudom. Ehhez én annyira nem értek, hogy lehet a semmiből fölépíteni, mert vannak ilyen berobbanó tehetségek, akiket nem lehet észrevenni, de hát ez most már nem lesz szerintem. Szerintem valamit kéne lépni ezen a területen, mert personalizálódott a politika rettenetesen, és gigászok csatája zajlik a kommunikációs frontokon, és valahogy ha felvenni a verseny nem is lehet, tehát nem lehet meghaladni Gyurcsány Ferencbe oltott Fekete Győr Andrást és Vegyesen Jakab Péterrel, ez nyilvánvaló, de szerintem néhány ember nagyobb láthatósága sokat segíthetne. Ennek a hordozóját, mint említettem, alapvetően az interneten látom, a két farkú kutyapárt esetében, tehát nem lehet szerintem teljes mértékben megúszni. Abban nem vagyok biztos, hogy feltétlenül egy személynek kell lenni, vagy csak egy szemét kell, de ez is lehet egy megoldás, tehát hogy még erősebbé tenni a pártelnöket, és még többet megjeleníteni, meg futtatni most idézőjelben a kommunikációs tereken. Ez is lehet egy megoldás, de az is, hogy legyenek még néhányan. Mindenre van példa. Vezérelvű működésre is, meg most itt ezt nem negatívan értékelem, tehát egy személyi vezetésre, vagy annak a megjelenítésére a közvélemény előtt, meg arra is, hogy többen vannak, és nyilván mindegyik lehet a maga módján sikeres. Szerintem megúszni nem lehet, tehát valahogy ezen a területen valamit kellene lépni. Nem lehet teljesen személytelenül. Hát az ideális az lenne, hogyha minden választókerületben lenne egy ember, akiről azt lehetne mondani, hogy ő az ott, mert ezzel azt lehetne éreztetni, hogy vannak csápok mindenfelé. Egyébként tudtok olyan neves közéleti, kulturális, bármilyen személyről, aki veletek szimpatizál, és akár vállalná is? Mármint azt, hogy veletek szimpatizál. Írók, zenészek. Tessék? Mi se kerestünk meg embereket ezzel kapcsolatban, és igazából megkeresések se jöttek. Ugye a Hont Andris lett volna a jelöltünk, hogyha akarjuk, legalábbis így ajánlkozott még a önkormányzati választáson, de ezt úgy elengedtük, ezt a dolgot. Meg ilyen dope man írt ránk, persze, hogy lenne jelölt, de hát ugye neki meg ez a ilyen MSZP-s körei is voltak, ugye nekünk az meg kicsit olyan furcsa. Nekem az egész dope man kicsit furcsa, tehát egyel... Nem önjelöltekre gondolok, hanem szimpatizánsra. Tehát egy lovasi, vagy nem tudom, hajós... Egy író, költő, zenész, színész, bárki, hogy van-e? Hát
De nem jelent. Ennek abszolút nem jártunk utána, gondolom szimpatizáns van, de ilyen beszélgetés nem zajlott senkivel, se a mi részünkről, se a túloldalról. Jelenleg a legismertebb jelöltünk a már ilyen művészvilágból az a Pajzs Miki kb. És ő azért egy viszonylag réteg. Eléggé alternatív, hogy úgy mondjam. Igen, igen. Jó, lejárt az időnk. Van valami magvas gondolatotok, amit megosztanátok a... Semmi, semmi magvas gondolat, a hajrá, csak nem képzeled, és most már ingyen nem adjuk, tudod. Ja, értem, oké. Okay. Innét már fizetős. Ja, jó, oké. Okay. Hát mondjam valami biztatót, Major Elvtárs. Így. Hajrá, Suka. Igen. Tényleg szerintem... Hajrá Kovács néni, igen. Mert úgy volt a vicc, hogy hajrá Kovács néni, nem? Igen, úgy volt. Igen. Igen. Magvas gondolatom az, hogy kimondottan jól éreztem magam a köreitekben. Nagyon jó volt. Nem látom a lelkes közönséget. Elreppent a másfél óra. Jó, hát mi pedig nagyon-nagyon köszönjük nektek is, meg mindenkinek, aki segített, hogy ezt így leszervezni a dolgot, meg szerintem azért okosabbak lettünk a fizetős kutatásra, mert akkor elgondolkodunk, mert sok szempontból valószínűleg hasznos lenne. A fizetés nélkül... Szívesen máskor is. Köszönjük szépen még egyszer. Jó. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.